Az avat szereltséget gyorsan felsorolnám, rugólapokra szerelt simítósor, cross kill henger, négy sor mantár számoljuk a sorokat elhelyezett 45-10 mm-es kapák, az ívesen hajlított hegyeket ugye ki lehet cserélni egyenes hegyekre, és simító, valamint itt hátul lemezanyagból, tehát nem öntvényből, nem az anyagból készült cross kill henger zárja le a felszín. Opcióban más pászás hengerek is vannak, cross kill hátmérő 500-as előre és 450-es pászás hengerébe hátra. 6-2, 7-5, 9-3 és 12-4, ezek munkaszélességek. Tehát ezekben a variációkban kapható ez a gép, amely jelentős tömeggel rendelkezik. Ahogy szokták mondani, van benne anyag. Én úgy gondolom, hogy az önmagáért is beszél. És ami nagyon fontos gyártói információ, ezt ugye a Szegán a Kft. Hozza nekünk Szegedről, illetve nőttek a gazdákat biztosítani tudja ezt, hogy mennyi is 6 év, ugye gondolom 6 év a garancia a henger gyűrűnek. Azért nem semmi, tehát ez is szabatosságot, minőséget sejtett. Azt, amit mondtam előbb, tegnap megmutattuk ezt a gépet egy nagyon kiszáradt, rögös, hantos előkészített szántáson. Most, ha jól látom, az a fele legalább a friss szántáson van. Nézzük meg, ez a szántási kép mennyiben, illetve a magát készített kép mennyiben lesz más. A valóban friss szántási jelenlő. Hozzáteszem, agrotechnikai, agronómiai elvárás, hogyha tudjuk, a szántást azonnal zárjuk le, munkájuk el, megőrizve a csapadékot, megtartva a kellő szerkezeti uralmasságot. Szerintem indulhat a kolléga, addig pedig elmondom, hogy ugye ez 6,2 méteres gépet látunk, hogy igénye egyébként 150 lóerő, 200 lóerő kell a 8 méteres kollégának, és a legkisebb, hát a sajnos kicsi 5 méter, azt pedig 120 lóerővel felhúzható. Na nézzük akkor azt a szántás elmunkálást. Bal oldal jobb volt. Mintha a bal oldal az máshogy dolgozott volna, mint a jobb oldal. Mintha az nedvesebb lenne, mint a jobb oldal. Így van, nagyon jól látod, szebb is a felszín. Tehát ezt az előbb szántotta fel nekik a lencsen. Sokkal jobb a röpfrakció képzés. Itt pedig látjuk, hogy még a szellemes maradványfegyzés is röpfarad. Ahogy a rögök dolgoltak is.